Eddig elmondtam a megfigyelésem, az érzésem, és most hozzáteszem azt a szükségletet, ami az érzésem gyökere. Számomra a legnagyobb csavar az erőszakmentes kommunikáció tanulása során az volt, hogy én nem azért érzek így vagy úgy, mert a másik ember cselekedetet tetszik vagy nem tetszik, hanem azért, mert valamilyen szükségletem nem nyert kielégítést. Ezen az ötleten először felháborodtam. De amikor gyakorlati példákon keresztül végig gondoltam, akkor rájöttem, hogy egyet értek vele. Gondolom, te is fel tudsz hozni olyan helyzetet az életedből, amikor ugyanazon cselekedet egyszer felháborított, máskor boldoggá tett. Most nézzünk egy ilyen példát együtt. Például erőszakmentes kommunikációs tréninget tartok. Rendszerint megtiszteltetésnek veszem, ha a résztvevők pontosan érkeznek. Azonban az egyik alkalommal kezdés előtt mindössze öt perccel érkeztem a helyszínre, és azt kívántam magamban. Bár csak mindenki késne egy kicsit, hogy fel tudjak készülni. Kérlek, te is keres hasonló példát a saját életedben. Talán te is örültél már valaki késésének. Néha valamiből kimaradni nagyon fájdalmas. Néha örömteli. Biztosan emlékszel olyan pillanatokra iskolás éveidből, amikor megkönnyebbültél, hogy nem feleltettek. De előfordulhatott az is, hogy épp azért voltál szomorú, mert nem szólítottak fel. Velem inkább csak az első változat fordult elő. Remélem ezzel sikerült egyértelművé tennem, hogy nem maga a történés, hanem valami más váltja ki az érzéseimet. Nevezzük ezeket szükségleteknek, hiszen ők az érzéseim valódi okai. Vagy más szóval, a gyökerei. A történések csak stimulálják az érzéseimet. Azonban a szükségletek nem csak az érzéseim gyökerei, hanem a cselekedetem mozgatórugói is. Egyetemlegesek és általánosak. Tehát minden embernek ugyanazok a szükségletei. Ezen a szinten tudjuk meglátni egymásban az embert, az azonosságot, azt, hogy mennyire hasonlóak vagyunk. Úgy is mondhatnám, bizonyos szinten egyek vagyunk. Itt tudom más minőségben megérteni önmagamat és a körülöttem lévőket is. A szükségletem sohasem kapcsolódik egy konkrét személy konkrét cselekedetéhez. És minden szükséglet kielégítésére végtelen számú megoldási stratégiát találhatok, de legalábbis egynél jóval többet. Néhány példa a szükségletekre. Kezdem az autonómiával, amit nevezhetek szabadságnak, önálló döntéshozatalnak, választási lehetőségnek is. Akárhogy is nevezem, egyikünk lelkesen született rabszolgának. Mindannyian vágyunk arra, hogy megálmodjuk saját álmainkat, és megválaszuk a megvalósításhoz vezető utat. Ha végignézem a történelmünket, emberek milliói az életüket is feláldozták a szabadságért. Ez sajnos még napjainkban is így működik. Naponta halnak meg emberek a szülőföldjük függetlenségéért vívott harcban. De az autonómiánk fontosságát a mindennapi életünkben is felfedezhetjük. Például, amikor tizenévesen ingerülten azt válaszoltam anyukám aggódó szavaira, nem fázik a fejem, nincs szükségem sapkára. Lehet, hogy jól esett volna sapkát viselni, de akkor és ott Számomra fontosabb volt, hogy úgy legyen, ahogyan én szeretném, és nem mások kötelező előírásai alapján éljem az életem. Ha közelebbről megvizsgálom ezt az esetet, akkor az is kiderül belőle, hogy amikor lázadásból teszek, vagy nem teszek meg valamit, akkor abban a tévhídben élek, hogy azt teszem, amit én akarok. Pedig még mindig a másikra reagálok. Nem szabad akaratból cselekszem, hanem kívülről motiváltan. Szabad akaratból csak is akkor cselekszem, amikor a motivációm belülről jön, és nem meghunyászkodom, vagy lázadok. Ismét hangsúlyozom mindannyiunk jól fontosságát. Nem szeretnék függőségben élni. Tudom, nem egyedül élek ezen a bolygón, ezért nem lehet teljesen függetlenül sem élni, hanem a függőség és a függetlenség közötti harmóniát, a kölcsönösséget keresem. Egy másik nagyon fontos szükséglet, hozzájárulni az élethez. Mondhatnám úgy is, hogy hozzájárulni az élet tételéhez, vagy olyat tenni, aminek értelme van, vagy olyat, amiről tudom, hogy valakinek valahogyan jobbá teszi az életét. Meggyőződésem szerint ez az egyik legfontosabb emberi szükséglet. Ha látom az értelmét valaminek, akkor önmagamat fölülmúló dolgokat is képes vagyok megtenni. Példa lehet erre a történelmünkből az egri vár védelme. De biztosan te is találsz a saját életedben olyan emlékeket, amire visszagondolva talán nem is érted, hogy volt erőd és bátorságod megtenni valamit. Gondolom a motivációd abból fakadt, hogy láttad a cél mögött az értelmet. Egy másik nélkülözhetetlen szükségletünk a visszajelzés. Szeretném tudni, hogy erőfeszítésem elérte-e a célját. Sikerült-e hozzájárulni valaki öröméhez, vagy sajnálatos módon inkább a bánatához. Mindkettő egyformán hasznos információ. Ám legtöbbünk sokkal gyakrabban kap visszajelzést arról, ha valamit rosszul csinált, mint arról, ha jól cselekedett. Ugye te is hallottál már valami hasonlót? Ebben a családban, vagy ezen a munkahelyen évekig csinálhatok valamit sikeresen, és a kutya sem teszi szóvá. De ha egyszer hibázok, azt még évek múlva is emlegetik. Érdemes ezen a téren is megtalálni az egyensúlyt, a harmóniát. Vagyis észrevenni és megünnepelni a sikereimet, a kudarcaimat pedig meggyászolni, hogy mindkettőből tanulhassak. Kérlek, állj meg egy pillanatra, és gondold végig a szokásaidat. Az elégedettséged, vagy az elégedetlenségedet szoktad gyakrabban szavakkal kifejezni. Az elfogadás szerintem nem tartozik a szükségleteink közé. Ha belülről teljesen elfogadom magam, béke van bennem akkor is, ha másoknak az enyémtől eltérő a véleménye. De ha belülről még kétségeim vannak a saját értékrendemmel kapcsolatban, akkor azt gondolhatom, hogy elfogadást szeretnék kapni másoktól. Megosztok most veled egy személyes élethelyzetet az elfogadásra vonatkozóan. Nagyon sokat töprengtem ezen a kérdésen akkoriban, amikor elkezdtem erőszakmentes kommunikációs tréningeket tartani. Eleinte nagyon féltem azoktól a csoportoktól, ahol a résztvevők nem igazán önszántunkból jöttek, hanem például a főnök utasítására. Aggódtam azon, hogy mi lesz, ha nem fogadnak el. Amikor emlékeztettem magamat, hogy sohasem a másik reakciójától félek, hanem attól, hogy én hogyan értelmezem azt, akkor rájöttem, hogy valójában attól féltem, hogy hogyan fogok tudni viszonyulni az ellenállásukhoz. Esetleg elveszítem abbéli hitemet, hogy az, amiről beszélek, valóban hasznos. Attól kezdve, hogy nem azon gondolkodtam, vajon elfogadnak-e, hanem azon, hogy mit tudok kezdeni az enyémtől teljesen eltérő véleménnyel, rájöttem, hogy ez a helyzet kielégíti a kihívás és a fejlődés iránti, sokszor nem is olyan tudatos vágyamat. Mostanra már látom, hogy a támogatás, a valahova tartozás, az összekapcsolódás élménye az, amit nem kapok meg azokban a helyzetekben, amikor a csoport egy részének nem tetszik a mondani valóm. Ugyanakkor rengeteget tanulhatok, ha valóban meghallom, mi is az ellenállás oka. Vagyis a kihívás és a tanulás iránti szükségletem nagyon is kielégülhet. Mára már abban mérem az elégedettségemet, hogy valóban minden tőlem telhetőt megtettem-e a program sikeréért. Ha a magam részéről mindent megtettem, és még így sem tetszett, akkor megnézem, hol találhatom azokat az embereket, akiket érdekel a mondani valóm. Ha megengedem egy másik embernek, hogy ő döntsön arról, én elfogadott vagyok-e vagy sem, akkor az életerőm jelentős részét az ő kezébe teszem. Ez különösen akkor veszélyes, ha az ő értékrendje teljesen különböző. Ha úgy döntöttél, te mégis kívülről szeretnéd az elfogadást, akkor kérlek, először vizsgáld meg a másik ember értékrendjét. És olyanoktól várd az elfogadást, akik a tiédhez alapjaiban hasonló értékeket tartanak fontosnak. Persze ezt csak akkor tudod megtenni, ha tisztáztad magadban az életedet irányító legfontosabb értékeket. Ime egy újabb személyes példa. A nagymamám soha semmit nem sportolt. Egész életében keményen dolgozott, és a sportot úri mulatságnak tartotta. Amikor először megemlítettem, hogy megyek síelni, akkor csak az aggodalmát hallottam. Ez akkor én úgy éltem meg, hogy ő nem ért meg engem, és nem akar elfogadni. Miért is várok elfogadást a saját sportolásommal kapcsolatban egy olyan embertől, aki soha nem próbálta azt? A mostani tudásommal meggyőződésem szerint ő a saját aggodalmát és az irántam érzett szeretetét akarta kifejezni. Én meg nem annyira elfogadást, mint sem megértést szerettem volna az örömömre, és némi biztatást, hogy felnőtt fejjel is meg fogok tudni tanulni és élni. Nagyon fontos szükségletünk még a béke, a szeretet, a megértés, a játék, a nyugalom. Tapasztalatom szerint minél nagyobb a problémám, annál fontosabbnak gondolom, hogy megtaláljam a saját megoldásomat. És ezt sokkal könnyebben megtalálhatom, ha van legalább egy olyan ember a környezetemben, akivel őszintén megbeszélhetem a gondjaimat. Van, akinek ez könnyen megy, és vagyunk néhányan, akiknek nem olyan egyszerű a szívünkben rejlő érzéseket kimondani. Az őszinteség is fontos szükséglet, ahol a többihez hasonlóan egyaránt lényeges adni és fogadni is. Mi segít számomra, hogy őszinte legyek valakivel. Ha már lehetőleg egynél többször megtapasztaltam azt, hogy ő is őszinte volt velem. Megint szeretném hangsúlyozni, hogy őszintességen nem csak a tények elmondását értem, hanem annál jóval többet. Azt, amikor valaki megoszt velem valamit a szívéből, valamit, ami ott és akkor nagyon aktuális. Nehéz őszintének lennem olyan emberhez, aki sokakat elítél, aki bárkiről el tudja mondani, hogy mi a rossz vele, és már jó néhány kritikus megjegyzést hallottam tőle. Akkor is, ha ezek a megjegyzések nem felém, hanem mások felé irányultak. Sokkal könnyebb a szívemet kitárni olyan ember előtt, akiről tudom, hogy többnyire megpróbálja megérteni a körülötte lévő embereket, és önmagát is. Kérlek, állj meg itt, és gondold végig, de hogyan viszonyulsz az őszinteséghez? Könnyen megy ez neked? Könnyen kimondod, ami a szívedben él? Vagy ritkák azok a pillanatok, amikor valóban sikerül elmondanod, mi is rejlik a szívedben? Esetleg azok közé tartozol, akik azt gondolják, hogy elég az érzéseinket a cselekedeteinken keresztül kifejezni? Vagy úgy gondolod, hogy nem kell nekem ez a lelkizés, az élet nem erről szól. Esetleg megrettensz arra gondolva, hogy hol is találhatod meg a szívedet, és hogyan tudod kifejezni szavakkal, amit ott találsz? Vagy te nagyon szeretnél őszinte lenni, szerinted tudsz is, csak nem találtad még meg azokat az embereket, akik meghallgatnának? Én inkább a tettek emberének gondolom magam, mint sem egy igazi lelkizősnek. Sokáig hittem azt, hogy akkor vagyok igazán erős, ha nem mutatom ki a fájdalmamat. Érettségi alkalmával azt hallottam a kollégiumi társaimtól, hogy én voltam az egyetlen lány, akit nem láttak sírni négy év alatt. Nagyon büszke és elégedett voltam, amikor ezt hallottam. Azt csak jóval később vettem észre, hogy nem csak a fájdalmamat, hanem az örömömet sem tudom könnyen kimutatni. Mint azt is, hogy erős másként is lehetek. Úgy, hogy sokkal közelebb vagyok önmagamhoz. Az önmagamhoz vezető út az érzéseimen keresztül visz. Úgy tudok az igazi erővel összekapcsolódni, ha van bátorságom megmutatni a sebezhetőségemet is, aminek egyik útja az érzéseim tudatosítása és kifejezése. Az érzéseimmel való folyamatos kapcsolattartás nem jelent vég nélküli lelkizést, de jelent tudatosságot, hogy most éppen hogyan vagyok egy adott helyzetben, mi motivál, felelősséget vállalok-e a velem történt dolgokért, vagy csak másokat hibáztatok. De ha csak az érzéseimet azonosítom, akkor megállok félúton. Nagyon fontos lemenni a gyökerekig, és a szükségleteket is tisztázni. Számomra unalmasak azok a beszélgetések, amelyek arról szólnak, hogy mások, akik éppen nincsenek jelen, hogy vannak, mi történt velük? Vagy amikor a beszélgető társam másokat hibáztat a vele történt eseményekért. Azért boldogtalan, mert a férje vagy a felesége, mert a gyereke, mert az anyukája, mert a kormány, mert mindenki más felelős a helyzetért, csak ő maga nem. Vagy a másik véglet, amikor mindenért önmagát hibáztatja. Sokkal érdekesebb, amikor arról beszélünk, hogy mi, akik jelen vagyunk, Mit tanultunk egy-egy helyzetből? Hogyan látjuk a saját szerepünket az adott eseménysorban? Mit szerettünk volna másként csinálni? Most hogy vagyunk ezzel a helyzettel? Vagyis, melyek a pillanatnyi érzéseink és szükségleteink? Akár kellemesek, akár kellemetlenek. Persze ehhez az szükséges, hogy különbséget tudjak tenni a bűnös vagyok és a felelősséget vállalok érte között. Eddig átnéztük, hogyan tudom kimondani, mi él bennem. Ha úgy döntöttem, hogy szavakat használok, akkor elmondom a megfigyelésem, az érzésem és a szükségletem. Ismétlésként adok számodra egy mintát egy rövid szükségletlistára. Fejlődés, őszinteség, biztonság, elismerés, tartás, ami magában foglalja táplálékot, folyadékot, nyugalmat, kikapcsolódást, pihenést, otthont, napfényt, mozgást, egészséget, érzékiséget. Néhány dolog, amit talán hiányoltál a listáról. Például a pénzt. Szerintem a pénzzel a biztonság, a szabadság, az életöröm iránti szükségletünket igyekszünk kielégíteni. Az orvossággal pedig az egészség iránti szükségletet. Az egyenlőség helyett az egyenlő esélyeket, az igazság helyett pedig mindenki szükségletének kielégítését tartom valóban fontosnak. Lényeges, hogy mindenki maga állítsa össze a saját szükségletlistáját. A szükségletek szintjén ugyanazok vagyunk, de gyakran más szavakat használunk ugyanazon szükséglet kifejezésére. Például egyesek autonómiára vágynak, mások szabadságra, vagy éppen önálló döntéshozatalra. Persze attól is függ, hogy kivel beszélgetek. Egy három éves gyerektől is megkérdezhetem, Szeretnéd szabadon te eldönteni, hogy mit csinálsz? Még az egyetemi professzornak akár úgy is fogalmazhatók, hogy ebben a helyzetben szeretnéd biztonságban tudni az autonómiádat. Ugyanabban a helyzetben ugyanaz a cselekvés esetenként más-más szükségletet elégíthet ki két embernél. De mindketten egyetértenek abban, hogy a másik szükséglet is fontos alkotó része az életnek. A szükséglet sem valaminek a hiánya, hanem mindig az, amit szeretnénk, hogy megvalósuljon. Nem azt mondom, hogy ne legyen több veszekedés a családunkban, hanem békére, egymás kölcsönös megértésére vágyom. Eddig is mindannyian kifejeztük a szükségleteinket, csak gyakran nem voltunk tudatában, illetve oly módon tettük azt, ami nem segített abban, hogy megkapjuk, amit valóban szeretnénk. Most visszatérek a példamondathoz, kiegészítve azt a szükséglettel. A felamelt hangodat halva ijegységet érzek, mert a nyugalom és a békesség a szeretteim körében nagyon fontos számomra.